Nagy volt a sor a Nyíregyházi állatpark bejáratánál, a Vármegyei Oktatókórház dolgozói regisztráltak a családi napra. A rendezvényre a Vármegyei Egészségügyi Intézményrendszer mintegy 3500 dolgozója jelentkezett előzetesen. A cél az volt, hogy a rendszeres, megfeszített munka mellett egy kicsit kikapcsolódjanak a családdal. A legnagyobb terhelés, nyomás az egyértelmű a Covid időszakban nehezedett ránk. Az borzasztó nehéz időszak volt, de hál' Istennek helytáltunk, minden munkatársunk tette a dolgát. Ahhoz képest egy picit csökkent a nyomás, de alapvetően a mindennapokban óriási a terhelés mindenkin. Ugye részben abból is ered, hogy a Covid időszakban bizonyos ellátásokat, ami nem sürgős, nem daganatos, egyéb betegeket érintett, szüneteltettünk, és nyilván nagyon sok betegség felhalmozódott, a várólisták picit növekedtek, sokan várnak ellátásra, és ezeket próbáljuk most természetesen fogadni, ledolgozni, ellátni a betegeket. Ezért azt tudom mondani, hogy a mindennapokban nagyon nagy a nyomás, nagyon sok beteg jelenik meg a járóbeteg ellátásban, nagyon sokan fekszenek a fekvőbeteg osztályainkon, úgyhogy összességében nagy terhelés alatt dolgoznak mind az orvosaink, mind az ápolóink, mind a háttérben dolgozók, de állják a sarat, hál' Istennek. A családi nap idén többről is szólt, nem csak a dolgozók érezhették jól magukat, a Nyíregyházi Állatpark munkatársai egy rövid tanfolyamon is részt vehettek. Előkerült például az intézmény recepcióján lévőhöz hasonló defibrillátor, amely helyes használat esetén életmentő eszköz. Elektromos impulzus segítségével hivatott visszaállítani a szív normál ritmusát. Sok javasolt. Álljon távol a pácienstől. Nyomja meg a narancssárga sok gombot, sok végrehajtva. Kezdje el az újraélesztést. Most már biztonságosan megérintheti a páciens. Egy ilyen automata eszköz akár 5 millió forint is lehet, de nem csak ennek működését ismerhették meg a dolgozók, az eszméletlen beteg ellátását, annak alaplépéseit is megtanulhatták. Jó napot, hölgyem! Mi történt? Segíthetek? Úristen, nem válaszol. Tudna majd nekem segíteni? Kérem, vegye elő a telefonját. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A beteg lélegzik, mozog, köhög, nyel. Eszméletlen beteghez kérem, hívja a 112-t. Rendben. Köszönöm. Valós időben ennyi ideig tart a helyzetfelismerés és a beteg stabil oldalfekvésbe helyezése. Ezt hamar elsajátították a park munkatársai is. Hangosan számolj ezzel a feszültségedet, és levezeted nyugi. Itt a mentőt eszméletlen beteg. Eszméletlen a beteg. Elengedheted a fejét, semmi baj nem lesz, nyugi. Rendben, köszönöm. És akkor most én stabil oldalfekvésbe helyezem. A beteg lélegzik? Lélegzik a beteg, a légutakát járható. Igen, lélegzik a beteg. Köszönöm szépen. Az együttműködés azért volt fontos mindkét fél számára, mert kifizetődő lehet, ha a tudományos háttérrel működő intézmények hosszú távon tudnak együtt dolgozni. Várunk 7-800 ezer látogatót jövőre, ami egy jelentős szám, és hát természetesen mi úgy élünk, mint egy kisvárosban, mindig történik valami. És ezt a valamit, ezt jó lenne kiküszöbölni, tehát muszáj lenne a 150 dolgozóink közül mindig lenne ott valahol valaki, aki be tud avatkozni, hogyha valaki rosszul lesz, ha valaki megsérül, nagy Isten, valakit újra kell éreszteni. Erre is volt már itt példa, és ezért örülök annak, hogy közel 30 dolgozónk most elkezdi megtanulni ezt a dolgot, mert ezt jól be kell gyakorolni, és ebben biztosnak kell lenni. Ebben nyújt nagy segítséget a József András Takkórház. Az egészségügyi intézménynek a tervei között szerepel az is, hogy egy átfogó térképet készítsenek, amely megmutatja, hol és milyen automata vagy félautomata defibrillátor található Nyíregyházán.